Kardos Kálmán vagyok, és a 59. decemberétől dolgoztam a műszerügyi szolgálatnál, illetve hát aztán később a kibernetikai kutatónál, a Talján Rezső doktornál felvételiztem, és hát utána folyamatosan dolgoztam a kibernetikai kutatóba, és amikor az M3 építés elkezdődött, akkor a memóriaszekrény és a mágnesdobnak a feladataival kellett foglalkoznom. Ez paralel ágon történt annak idején. A laboratóriumban ottan a kábelkötegek elkészítése kezdődött el, közben pedig a műhelyben a mágnes fejek és magának a dobnak a mechanikai elkészítése kezdődött el. Ez egy nagyon, nagyon jól szervezett paralel munka volt, és hát ebben hát nagyon, nagyon nagy technikai tudással a Jámbor Antal kollégánk és a Suhajda János kollégánk kitűnő munkát végzett, úgyhogy nagyon hamar, nem akarom itt részletezni, de nagyon hamar a mágnes dolg az tulajdonképpen felkerült a gépteremben. Itt ezen a rajzon csak az, ezen a képen csak azt szeretem volna megmutatni, hogy tulajdonképpen a mágnes dob szekrény az egy kicsit extra dolog volt, és kicsit, szóval egy nagyobb figyelmet érdemelt, mert több árnyékolt kábel szaladt ugye a dobhoz, és onnan a keretre, és azt itt az alsó részen lehet látni, sajnos jobb kép nem volt, úgyhogy, és hát a Vinicei Géza kollégánk látható itt éppen, aki kezeli a mágnes szekrénynek a vezérlő pultját, de tulajdonképpen nem volt jobb kép, úgyhogy azért került ez a kép most ide. Tehát gyakorlatilag a... Jó, pillanat. A mágnes fejek azok miután legyártottak, tehát teljesen nagyon precíz munkával kellett ezeket a mágnes fejeket elkészíteni, és természetesen a mágnes dob is ugye hát egy nagyon precíz szerkezet volt, hát, és nagyon fontos volt az, hogy a felületen, a mágnes dob felületén lévő nikkel-kobalt réteg az egyrészt milyen százalékban kerül a felületre, másrészt milyen vastagságban. Ezek mind olyan paraméterek voltak, amiket hát ki kellett kísérletezni, mert az első mágnes dob az először arra szolgált, hogy a galvanizálást megcsináljuk, és hát ennek nagy mestere volt a Szent Iványi Tibi, aki Szent Iványi Tibor kollégánk, aki ezeket a dolgokat nagyon precízen végezte. Úgyhogy, tehát tulajdonképpen elérkeztünk oda, hogy miért nem működik? Egyen menj tovább. Next. Következő képet szeretném kérni. Nem diavetítés van mennyit, hanem ki. Jó, de én azt hittem, hogy az... Jó. Tehát itt elkészült a mágnes dob, és itt a kollégán, a nagyon ügyes és jó képességű kollégánk Jámbor Antal látható, aki tulajdonképpen az egész dobot a legapróbb részletektől az egész komoly részletekig elkészítette, és őneki köszönhetjük tulajdonképpen azt, hogy ez milyen precizitással működött. Ennek a dobnak a pontossága nagyon fontos volt, tudnék ahhoz, hogy megfelelő nagyságú jelet tudjunk visszaolvasni a dobról, ahhoz a mágnes fejeket 20 mikron távolságban kellett fizikálisan rögzíteni, tehát ezek nem repülőfejek voltak, mint manapság, mint a későbbi tárolóknál, hogy
egy repülő szerkezettel helyezzük el a fejeket, hanem ezek fixen, csavarokkal rögzítve kerültek beállításra. Ez azt jelenti, hogy, hát ezt nem akarom mondani, hogy egy vékonyabb hajszál az 40 mikronos, tehát a hajszál nem fért a felület, a dobfelület és a fej közé. Úgyhogy hát ezeket a dolgokat tudta Jámbor Antal megoldani. Természetesen volt hozzá speciális lehetőség, úgynevezett lenyomó csapággyal biztosította azt, hogy hát egyáltalán a dob ne üssön. A másik dolog pedig az, hogy arra is kellett gondolni, hogy felpörgéskor mindig volt egy úgynevezett önrezonancia. Na mostan ez nyilván egy rezgésben jelentkezett, egy bizonyos fordulatszámnál ez egy rezonanciát adott, és itt nagyon fontos volt az, hogy ennek 20 mikron alatt kellett lenni, mert ha nem volt alatta, akkor az összes fejet ledörzsölte volna, és abszolút a tárolás az utána. Tehát egyszerűen használhatatlan lett volna a dob. Úgyhogy... Na, hol van? Igen. Nem megy. Gyere, légy szél, segítség, mert... Ja, ott van. Jó. No. Be kell majd érni, Mi? Igen? Hamarosan? Húha. Hát itt látható egy fejtartó bak, és rajta az 5 darab fej, és hát maga a dobfelület is, és hát látjuk azt, hogy hát ez még a működések kezdete elején készült ez a fénykép, mert itt még a dobfelület nagyon fényes volt. Látjuk azt, hogy egy hőmérő van itten tulajdonképpen még felszerelve a bakokra, ugye ez egy ilyen plexidobozban van, és nem volt mindegy, hogy hány fokos volt a dob, mert ahogy már az előző előadásban hallottuk, a tágulása az egész szerkezetnek, tehát magának, annak az öntvénynek, amire ez rákerült, mármint az író-olvasó fejbakok, és hát magának a dobnak a hőtágulása is se volt mindegy, tehát ezt egy hőfokon beállítottuk, és ezt nagyon, hát figyeltük, és kellett tartani ezt a hőmérsékletet, hát különösen a reggeli indításnál, amikor nagyon hideg volt az egész rendszer, és hát várható volt, hogy esetleg valamelyik fej csikot húz, és akkor azt a helyértéket már nem lehet használni. Hát nem tudom, hogy még mennyi idő van mostnak. Lejárt az idő. Nem akar. Hát itt egy felületi képen így lehet látni magát a mágnesdobot, ami hát tulajdonképpen 30 bitet és két vezérlőjelet tárolt. A többi helyek pedig, mivel 40 lehetőség volt, a többi helyek pedig arra szolgáltak, hogyha valamelyik pálya esetleg tönkrement, akkor ki lehetett cserélni. Itt láthatók ilyen átmenő vezetékek, amikor egy-egy pálya esetleg csikot húzott, vagyis alkalmatlan volt a tárolásra, akkor egy tartalékkal tudtuk helyettesíteni. Hát nem tudom, hogy nagyon elfogyott az időm. Még egy mondatot talán szeretnék, hogy a fejlesztések során hát egyrészt a nagyobb tárolókapacitást is tudtuk biztosítani, továbbá dobát kapcsoló logika segítségével két mágnes dobot, illetve a címregiszter lehetősége alapján összesen 4 mágnes dobot lehetett volna az M3-hoz kapcsolni. Üzemszerűleg 2 darab működött. Ez különösen akkor volt jó, amikor már a ferrit memóriával együtt a két dob az, mint háttértároló tudott dolgozni, és hát ez volt tulajdonképpen a legtöbb, amit az M3 mellett a mágnes dobok tudtak teljesíteni. Köszönöm szépen.